A napközit igénybevevők itt a szokásos napi tevékenységeket végzik, akár csak otthon. Hát itt ebbe szobában gyerekek dolgoznak, játszanak, nézik a televízort, van komputer, van egy másik szoba, ott a gyerekek csinálnak a dekupás technikát, van konyha, igen, a gyerekek egyedül csinálják a reggelit, az ebédet. A központ felhasználóinak egy része eddig a május 9-e speciális iskolában töltötte a napot. Másokkal pedig otthon foglalkoztak a szülők, rokonok. Itten szebb itten. Mi tetszik a legjobban? Mi az, amit a legjobban szeretsz csinálni? Itten, én nekem a konyhában, én szeretek dolgozni, meg mikor van születésnapok, akkor én vagyok a DJ, azt kicsit engedem a zenét. A napközi egyelőre a speciális iskola keretében működik, de az a terv, hogy itt egy szociális intézmény létesüljön, amelyben a fogyatékkal élők társaságot, munkát és szállást is találhatnak. A napközi mellett munkaközpontot szeretnénk működtetni, mert a felhasználók mindegyikének van valamilyen képessége, amely munka által juthatnak kifejezésre. Így önmaguk érvényesülésével a társadalom számára is hasznossá válhatnak. Az igazgatónő hozzáfűzte, hogy az épület mellett a központ 1 hektár termőfölddel is rendelkezik, amelyen a következő időszakban mezőgazdasági termelést folytatnának.